Az elmúlt két évben átlagosan 50%-kal drágultak az építőanyagok, a korábbi árak nem térnek vissza. Az uniós szintet meghaladó áremelkedést az erős importfüggőség is táplálta, írja a Világgazdaság. Országosan 600-800 ezer felújításra szoruló energiapazarló háztartás van, az építőipar pedig évi 250 ezer lakás korszerűsítésére képes, vagyis megfelelő mértékű támogatás esetén 3 év alatt minden ingatlan megújulhatna. A lakosság részéről egyértelmű a szándék a rezsicsökkentés szolgáló energiatakarékossági felújításokra, de pályázat nélkül alig ha lehet tömeges megrendelésekre számítani. Az építőipar és az építőanyaggyártók számára az idei év vízválasztó lehet, ha ugyanis március végéig nem jelenik meg támogatási kiírás, ez az év komoly lejtmenetet hozhat. Több nagy részpiac is fékezett, a lakásépítők is nagyon óvatosak, a tavalyi mennyiség alig felét, 10 000-nél kevesebb lakást kezdenek el építeni az idén.